Mind a férfiaknál, mind a nőknél több élvonalbeli csapat kényszerült már karanténba az elmúlt hetekben, a Kisvárda azonban eddig kimaradt a sorból. Egészen az elmúlt hét közepéig, amikor két ifjúsági játékos koronavírus tesztje pozitívnak bizonyult. Mivel a fiatalok rendszeresen a felnőttekkel készülnek, az NB1-es keret és a szakmai stáb 10 napos járványügyi megfigyelés alá került. A közös edzések is szünetelnek, a negatív eredmény produkáló játékosok egyéni edzéstervel alapján készülnek. Azokat az eszközöket, edzéseszközöket, amiket mozgósítani tudtunk, illetve amit otthon tudnak a lányok használni, azokat kiosztottuk nekik, és küldjük nekik az egyéni programokat, a napi programokat, amiket el kell végezzenek. Mennél többet most egyőre sajnos nem tudunk tenni, de ez is a szinten tartáshoz talán elég lesz. Aztán abba bízunk, hogy ez a 10 nap azért nem rövid, de mégsem annyira hosszú idő, amit utána azért pár nap edzéssel valamennyire le tudnánk kompenzálni. Amennyi pozitívuma van ennek a dolognak, hogy a soron következő mérkőzésünk az a Győr elleni mérkőzés, ami, hát most csúnyát mondok, de felhasználható arra, hogy visszajöjjünk, illetve ismételten lendületet szerezzünk ezután a helyzet után. A Kisvárdának eddig 2 hazai és 2 idegenbeli meccse maradt el az ellenfelek érintettsége miatt, az 5. pedig a csütörtökre kiírt Boglári Akadémia elleni találkozó lesz. A szakember szerint az egyik legnehezebb feladat a játékosok motivációjának szinten tartása. Edzenek a lányok, illetve nyilván nem csak mi, hanem a csapatok, de most magunkról beszélek, és utolsó pillanatban mondjuk a mérkőzés előtt 1-2 nappal kapjuk meg azt az információt, hogy mégsem tudunk elutazni a mérkőzésre, mert nem lett meccs. Ugye egész héten úgy készül, hogy tűzben tartja magát, dolgozik, és akkor gyakorlatilag az a munka, az a belefektetett energia, az a tűz, amivel készült a hétvégére, az gyakorlatilag másodpercek alatt csőd megy, és ez mentálisan, morálisan is rombolja a csapatot. Azt gondolom, hogy még nehezebb annál a helyzetnél is, mint ha tudnánk, hogy most 2 hónapig nincsen mérkőzés, mert az gyakorlatilag földolgozza, elfogadja a helyzetet, és oké. A Kisvárda legközelebb november 4-én a Győr ellen lép majd pályára a Városi Sportcsarnokban. A csapathoz kapcsolódó hír, hogy a kapus Pásztor Bettina meghívót kapott a decemberi Dán-Norvég közös rendezésű Európa-bajnokságra készülő válogatott bőkeretébe.